Múlt hétfőn kezdődött és egész héten tartott a Kiskút Teniszklubban az arangos nemzetközi junior tenisztorna, amelyen a magyar indulók között öt fehérvári versenyzőnek is szoríthatott a közönség. A versenyen elsősorban a nemzetközi tapasztalatszerzés és a világranglista pontok gyűjtése volt az elsődleges feladat. Ez az utánpótlás számára egy rendkívül fontos esemény. És én nagyon büszke vagyok a magyarokra, mert a 32 főtáblás fiú közül 15-en magyar induló volt, a lányoknál ugyanez a szám 10. Ez azt jelenti, hogy van egy mélysége a magyar utánpótlás nevelésnek. Nyírő László a körülmények és a lebonyolítás miatt a szervezést és a helyszínt is méltatta. Ez egy olyan létesítmény itt körülöttünk, ami nagyon kevés van, mondhatni szinte egyedülálló Magyarországon. Nem is véletlen, hogy ezért itt van ez a verseny, és utána jönnek még már ebben az évben is hasonló nagy versenyek, tehát a Magyar Tenisz Szövetség díjazza ezt, hogy ez itt van. Szerdán a fehérvári színeket képviselő Szabó Lora, Budai Zoltán és Kurucsai Dominik számára véget ért a verseny egyesben, Badics Milának és Juhász Bencének pedig a második forduló jelentette a végállomást. A vasárnapi döntők során fiúknál egyesben végül Gubi Trisztán bizonyult a legjobbnak, párosban pedig a tisztán magyar döntőből Halmos Kornél és Szőke Ádám duója került ki győztesen.